Már itt is van velünk kedvenc vadállat befogó. Hello, sziasztok, üdvözöllek titeket. Üdvözöllek a műsorban. Ma egy picit rendhagyó témáról fogunk beszélgetni, ugyanis veled általában arról beszélgetünk, hogy épp milyen aligátorteknőst fogtál be, épp milyen vadállatot kell megszelídíteni. Most viszont picit belevonjuk a házi állatokat is, egészen pontosan. Már féltem, hogy nem állatos lesz a téma. De azért maradunk az állatoknál, egészen pontosan a kutyákat. Illetve arról is szó lesz, hogy rossz lehet-e az a gazda, aki mondjuk egzotikus állatot és kutyát is tart egy háztartásban. Hát az a gazda semmiféleképp nem rossz, tehát ugye aki az állatot szereti, az csak jó ember lehet, tehát az rossz ember nem lehet. Azért meg kell gondolni, hogyha hazaviszünk egy kutyát, sőt minden állatot, és hogyha vannak otthon mondjuk egzotikus állatok, vagy éppen fordítva volt már kutyánk, mondjuk haza szeretnék vinni egy kígyót, tehát ugye a kígyók ragadozó állatok, és hát egy kis kutyára, például egy csivavára, vagy egy kis testű kutyára ugyanúgy rámennek, mert mint tudjuk, ugye a kígyók azok nyulakkal, meg patkányokkal táplálkoznak. Találkoztál már ilyen esettel egyébként? Hát volt már, igen, hogy elszökött kígyó éppen egy kertbe ment be, és egy kis testű kutyát megevett, egy óriás kígyó. Ilyen már volt, meg hát ugye a természetben, kint külföldön, hogy ezek élnek Ázsiában, például azért rendszerint beszöknek kertekbe, és megtámadják ugye a háziállatokat is, sőt olyan is volt már, hogy kecskét nyeltek le. Úgyhogy azért úgy kell tartani ezeket, mert hát törvény is előírja, hogy hogy lehet tartani egzotikus állatokat, tehát az, hogy én elmegyek dolgozni, és kint hagyom a sziszit, a kis kígyócskámat, 3 méteres pitonomat kint hagyom az ágy alatt, hogy ő majd jó lesz, kutyát meg kizárom a konyhába, de hát ugye a kutya ugrál, kinyitja a kilincset, kíváncsi, hát a kígyó már nem annyira, a kígyó tápláléknak nézi, és bizony könnyen előfordulhat az, hogy történnek ott olyan dolgok, hogy lenyeli, megfojtja és lenyeli. Viszont ugye vannak azért más egzotikus állatok is, tehát itt most ne is beszéljünk a méregülő állatokról, madár, pók, skorpió, mérges kígyó, mert ugye ahhoz egyértelműleg komoly állattartási vizsgák kellenek, meg veszélyes állattartási engedélyek, tehát annyira messzire nem menjünk, amiket itt be lehet szerezni Magyarországon az állatkereskedésekben, mint például a pitonok, a boák, ugye ezek az óriás kígyók, és bizony vannak olyan állatok is, mint például a szakállas agáma, ami egyszer már volt is itt bent a műsorban annó, vagy kisebb gekkók, leguánok, amiket bátran lehet tartani, mert ugye azok ugyan ragadozók, de például tücskökkel, bogarakkal táplálkoznak, tehát egy kutyára nem jelent semmi veszélyt, inkább akkor már oda kell figyelni a kutyára, mert a kutya nehogy elkezdjen vele erőszakosabban játszani, és igen, akkor történhet ugye probléma, igen, mert ez a kis állat nem tudja megvédeni magát. Vagy ráteszi az egyik mancsát egy nagy testű bernáthegyi, egy pár grambos kis gekkóra, hát ugye agyon is nyomja. Tehát ugye oda kell figyelni, minden állatra oda kell figyelni, de akkor fokozatosan oda kell figyelni, fokozatosabban oda kell figyelni. Ez lett volna, semmi probléma, neked elnézzük, ez lett volna a következő téma és kérdés, amire rá szeretnék térni, hogy persze azon kívül nyilván, hogy a kutyánkat megneveljük, megtanítjuk, hogy ne ugráljon, adott esetben megtanítjuk, hogy ne menjen be abba a szobába, ahol mondjuk az egzotikus állat van, ők érzik, hogy, tehát a kutya érzi, hogy nem egy másik kutyával, hanem egy vadállattal van egy légtérben. Sokkal kíváncsibb, ugye, mert ilyen állatot azért nem látott, nem találkozhat vele kutyasétáltás közben, kutyával, macskával, egerekkel, sündisznókkal találkozhat, de például egy kígyóval, vagy egy gekkóval, agámával nem találkozhat, és sokkal kíváncsibb, ugye oda megy, elkezdi szaglászni, nem biztos, hogy egy adott nagyobb testű óriás kígyó ezt barátkozásnak fogja fel. És hát, érezhet olyan egyébként, hogy barátkozásnak fogja fel, és valami ilyen nagyon szép barátság kialakul közöttük? Tehát most mondok egy például, a macska és egér között sem nagyon alakulhat ki barátság. Ezek az állatok azért ragadozók. Tehát ugye nehezen tudom elképzelni, hogy egy 6 méteres anakondával barátkozik egy kis cica. Tehát ugye lehet, hogy a macska barátkozna, de ugye ezek nekik prédák. Tehát ugye valószínűleg maximum megijedhet tőle, mindketten megijednek egymástól, és megpróbálják megharapni egyik a másikat, de hát ugye ott azért testkülönbségek vannak, tehát azért súlykülönbségek vannak, az egyik a 150 kilós lehet, a másik az meg maximum 2-3 kiló, tehát ugye, tehát ilyet azért nem lehet együtt tartani ilyen állatokat egy adott légtérbe, a kígyó terráriumban, ahol a helye van, a kutyát meg ugye megnevelni. Tehát egy neveletlen kutya nincsen, csak rossz gazdi. Tehát ugye a kutya nem tehet semmiről, itt még hogyha harapás történik, esetleg a játszótéren valakit megharapna, akkor is a gazdi tehet róla, ő nem nevelte meg. Tehát a kutya úgy cselekszik, amit lát. Tehát ugye úgy, mint a kisgyerek, amit látunk otthon, azt csináljuk.
Akkor ezekre az esetekre mondjuk nem érvényes az, amit gyakran látunk tévében, ilyen-olyan műsorokban, hogy például oroszlán bébit kutya nevel fel, vagy oroszlánokat kutya őriz, vagy bármilyen nagy macskát. Előfordulhat nagy macska, tehát most azért hüllőkről beszélek. Igen, azért tehát mondtam, hogy ugye ezek az esetek. Az oroszlánoknál, a nagy macskáknál azért tehát őket lehet nevelni, nekik azért fejlettebb agyuk van, ők azért gondolkoznak, cselekednek, megszoknak egy gondozót, egy gazdit, úgy, mint a kutyák. Tehát ha kiskortól neveljük, az előfordulhat. Tehát arra azért már volt példa, de arra is volt példa, nagyon sokszor olvashattunk róla különböző újságokban, a bulvár újságban, meg ismeretterjesztő filmekben is láthattuk, hogy egy idő után, főleg mikor ivar érettek lesznek, akkor megpróbáljuk az erejüket fitoktatni, és mint mondtam, ez ugye itt azért súlykülönbségek vannak, tehát mondjuk egy 100 kilós ragadozó vadállat egy 15 kilós kutyával, tehát hogyha ha tényleg komolyabban veszik a játékot, vagy mondjuk az oroszlán vagy a tigris mondjuk rossz bal lábbal kelt fel, rossz napja van, akkor bizony egy mancsapással ketté csaphatja. Ugye azt tudjuk, hogy a kutyákat lehet nevelni, kell is nevelni. Azokat a vadállatokat, akikkel te foglalkozol, lehet nevelni? Bármilyen minimális szinten is? Hát a kígyókat nem igazán, ugye ők nem hallják a hangokat, tehát nekik nincsen fülük, a rezgéseket érzékelik, meg hát inkább a szagukra hagyatkoznak. A teknősök, a gyíkfélék, a krokodilok, tehát azok már fejlett aggyal rendelkeznek, hüllők között a legértelmesebbnek számítanak, ugye azok már gondolkoznak, van színlátásuk, látják a színeket, hallják a hangokat, van fülük, tehát felismerik hangról, illetve egy adott karakterről, tehát egy adott embert megismernek. De hát tényleg kiskortól kell velük foglalkozni ahhoz, hogy mondjuk egy krokodil vagy egy teknős, még egy nagy aligátor teknős mondjuk ne harapja le a lábadat vagy a kezedet, mert például etetésnél oda kerül a csirke mellé vagy a nyúl mellé a kezed, akkor ugye hát neki az hús-hús. Mondjuk kutya azt tud különbséget tenni, tehát azért okosabb, vagy mondjuk egy oroszlán, de mondom egy idő után, tehát azért ezek az állatokkal óvatosan kell bánni egy oroszlánnal vagy egy tigrissel, mert hát egy az, hogy egy vadállat, egy ekkora vadállat az nem kertbe való, hanem mondjuk az állatkertekbe. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezeket az állatokat úgy lehet tartani, hogy a legnagyobb biztonságban, hogy odafigyelünk rájuk, és minden nap foglalkozunk velük, tehát egy kutya, tehát ha el is utazunk, nem bízunk rá a szomszédra, nem, mert szerintem az a legnagyobb hülyeség, ha rábízunk valakire a kutyánkat, csak egy hétre vigyáz rá egy macskára. Ez a kutyának is egy törés, ugye megszokott egy gazdit, és valószínűleg nem úgy fogja nevelni, másképp fogja nevelni, és idegen illatok, idegen szagok, idegen hangok, minden más, ugye, és hát ugye nem biztos, hogy azt a kutyát fogjuk visszakapni, tehát lehet, hogy már megváltozik benne valami, megtörik valami. A te munkádat adott esetben még mindig ugye maradva inkább a házi állatoknál, a kutyáknál, a te vadállat befogói... Nem ez a kérdésem, hanem hogy adott esetben mondjuk a te munkádat, amikor befogsz egy-egy vadállatot, azt segítheti egy kutya? Nem. A kutya csak hátráltatna engem. Tehát ugye, amit mondtam, ezek a ragadozók, ezek a vadállatok a kutyára zsákmányként figyelnek, meg prédára. És hogyha én mondjuk elmegyek egy 3 méteres tigrispitont befogni, és viszek magam, mert a kutyát, hogy majd segít megkeresni. Hát valószínűleg a kígyó hamarabb fogja megtalálni a kutyát, ugye. Tehát igazából, igen, tehát valószínű, hogy hátráltatni fog. Tehát egy ilyen állat, okosak a kutyák, oda kell figyelni, be kell tartani azokat a szabályokat, mert azért látunk ennyi kóborkutyát az utcán, mert az, amiket mondogat, hogy elszökik a petárdázástól, meg figyeljünk oda, persze figyeljünk oda, de ne utólag siránkozzunk, hogy elszökött a kutyánk, és közösségi oldalakon osztogatjuk meg ezeknek az állatoknak a képét. Nem, előre kellett volna okosnak lenni, persze kibújik a kerítésen, van ott rés, de hát azt nem a kutyának kell megjavítani, hanem az embernek kell megjavítani. Tehát mindig az emberre vezethető vissza ezek a felelőtlenségek. Megszökött a kutya, nem találom a kutyámat, meg kell csinálni a kerítést, meg kell csinálni az ajtót, ne tudjon kimenni, és akkor nem fog elmenni a kutya. Tehát az, hogy utólag siránkozunk, meg utólag már könnyű okosnak lenni, nem. Meg kell előzni a problémákat, és akkor nem kell keresni a kutyát. Tehát akkor első körben a gazdikat kell megnevelni. Hát mindenféleképpen igen, a gazdikat kell megnevelni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.